Na vajon ez milyen lesz? Robert megér. Kíváncsi vagyok. Na? Lehet hallani a hangomat rendesen? A játék hangját is lehet hallani rendesen. Túl közel volt az épület. A játéknak az a lényege egyébként, hogy törik a jármű. Tehát... jó király. Tehát nem túl reálisan, de... ismerjük azokat a játékokat, amik így törnek, ugyanaz a fejlesztő gondot csinálja. A játékkal azonban ki kell szúrni, és az azt jelenti, hogy a wifi-t ki kell kapcsolni, a mobil internetet ki kell kapcsolni, különben megállás nélkül, hogy non-stop jönnek a reklámok. Kicsit könnyűek ezek a többi autók. Természetesen egyáltalán nem törnek, tehát csak én vagyok tűrő, tehát aki összetörik. A többiek azok úgy nagyon nem veszik ezt a dolgot komolyan. Többféle pályarész van, például a reptér. Azt hittem elférek, jó. Nem fértem el. A jármű természetesen a baloldal új pályarész betöltés, igen. Tehát a baloldali gomb lenyomásával természetesen azonnal javítható a szerintem nem megy át a jármű, de nem nyomom meg, mert minél jobban össze van törve az autó, az annál viccesebben néz ki. Tehát természetesen a teljes jármű átlátszó. Új jármű elérhető. Volt ez teljesen jó, nem? Inkább ide teszem le ezt az arcot, hogy lehessen látni, ott van ilyen kilométer óra is. És azt hittem, hogy el lehet menni hátul, de nem. Itt hátul vannak ilyen ugratók, hát megmondom őszintén, ezért már jártam erre. Na, ez nehezebb. Az ólomból van ez a rendőrautó. A járművet természetesen át lehet színezni. 50 kreditér, amit nem tudom. Hát ilyen ajándék villog a jobb oldalon. Jaj, nem tudom megnézni az ajándékot. Kaptam 100 kreditet azért, mert 25 kilométert vezettem, hát teljesen jó, nem? Nem bírom megnyomni a gombot. Igen. Na, tovább. Na, itt egy ugrató. Természetesen én másikra fogunk ráhajtani, mert... érdekes, ezt nem bírtam kidönteni. Mindegy. Ott van az ugrató, csak pont a fejemtől nem látszik. Nagyjából ennyi a játék egyébként, tehát minimális forgalommal kell számolni. Ja. Hát persze volt egy híd fölül, de mindegy. Az elrenyes. Hello mindenkinek, ez itt az Extreme Car szimulátor, vagy valami hasonló. Amit ugyanaz a régi banda csinált, amit kicsit ilyen elnagyolt játékokról voltak híresek. De az autó benne tört, és azért ez valami. Természetesen itt többféle járgányból lehet választani, ami... Na várjál, kikapcsolom az arcon. Szóval itt van ilyen terepjárószerű valami, nem lehet forgatni, meg van ez a kék, meg ez a SUV. Nem tudom, szerintem ki van öntve betonnal a hátulja, mert nagyon lejt hátra, de annyira azért talán nem gáz. Legelőször kapjuk ezt a Lamborghinit, és ez az, ami hát mondjuk a legrelevánsabb az ügybe, mondjuk így. Tehát, megpróbálom megmutatni, milyen jó. A drive és traffic mode. A traffic mode az nagyon vicces dolog, mert ott van a többi is. Tehát nem tudom hova tenni. Tegyük ide.
off-road terület. Ezt pont nem vettem észre ezt a táblát, akkor a arcomban. Tehát az off-road terület ez egy vicces dolog. Van kézifék járművel, persze. Egy Lamborghinivel bemenni egy ilyen... egy ilyen terepre, hát... igen, gazdagok kiváltsága az a dolog. Nem egyszerű. A víz nem mély. Tehát ez csak ilyen dekorációs víz. Élére állítottam a Vernát. Királyvér. Na, ott van egy ilyen műhely. Ebből elég sok van a pályán, minden egyes fő területen el van szóval megkettő. Bum! Itt színezik át az autót 100-ért. És minden egyes sérülés, ami a járművön történik, az természetesen azonnali. A multé. Úgy bármilyen színűre, amire éppen vágysz. Tehát lehet ilyen halvány rózsaszínes, narancsárgás, zöldeskékes, és ugye van a teljesen fekete, szürke, van a teljesen sötét, meg a fehér között. Hát, a teljes paletta. Lehet ilyen lányos színeket is be lehet dobni, de hát azért annyira nem poén. Tehát... mindegy. Ezt tegyük vissza. Ott zavarólag kevésbé. Na, úgyhogy kijöttem, mi történt? Leszek a tárcsok. Pacsimosás. Alternatív módon. Természetesen ez nem okoz gondot, hogy a Lamborghini. Ne, ez víz alatt is megy. Vízi autó. A terepen azonban nagyon jól kijön a járműnek a zúzhatósága, úgy mondjuk így. Tehát tényleg egy csúnyán törik a járműnek. Ezt vágod, üresbe van és visszavált. Üresbe visszavált. Na, ügyes. Na, próbáljuk ki kétsz meleg minden. Hát, ha megtaláltam a játékba egyet lehet, ahol nem lehet itt ki kétsz meleg minden. Na, szerinted? Határa zsert elfogadjuk. Ilyen szép az a házat, ó, ez egy kicsit már használt jellemet ölteni ez a kocsi. Nem lehet bemenni a házba, hallod? Nincs ajtaja a háznak? Nincs ajtó a házon! Yeah! Ott volt, láttam, ott volt. Ott volt az ajtó a házon, nagyon jó, el van dugva. Na, mindegy, menjük vissza a városi területre, hát ha hát valamivel jobban működnek ezek a dolgok. Na jó, menjünk ki főmenü, jó? Még egy kicsit gázt azért adott, nehogy elbiztontalanítsuk magunkat. Na, itt van egy ilyen alapból gyárilag koszos autó. Nem biztos, hogy értem ám, tehát eleve nem veszek úgy autót, hogy koszos, jó? Tehát, farmert még nem veszek lukasan. A sebessége mérsékelt, ugye az előzőkhez képest. De természetesen a terepen tanúsított viselkedése az evidens, hogy hát jobb is, persze. Nagyobb lengés csillapító távolságban, nagyobb hidraulikákkal, nagyobb mindennel. Nem sikerült annyira, tehát csalódottságomnak kéne hangot adja. Repülőtér, felét. Forgalom a szembe! Ez az! Kész környezet katasztrófa ez a csávó. Ja. Egész jól bírja az elején, nem? Ez nem olyan törékeny. Vacak kis karbonszál, mint a Lamborghini. Beanyagban, öcsém! Gyere, másszál fejemre, királyra! Ez az, forgalmat akarod, azt mentesítjük. Tudom, ezt mentesíteni a forgalmat, azért jól néz ki, nem? Ja, a többi jármű,
forgalomban részt vesz, természetesen alapból mindig talpra esik. Tehát nem lehet fejreállítani. Nem lehet. Mert mindig visszafordul. Ez azért van, hogy ne maradjon ott. Ugyanis a mesterséges intelligenciát a srácok úgy állították meg, hogy mindig egy adott útvonalat követ. Túlgazdás ráfogásnak folyamban. Olyan könnyű kiütni ezeket az oszlopokat, hogy nem jelent semmiféle kihívást. Jó. Lássuk a terepi medvét. Hát ugye már kicsit ilyen viseltes, de teljesen jól megy neki a dolog. Mondhatnám, profi módon kezeli a különféle terepi elemeket. Vízmélység ellenőrzés. Hát az olyan, mint a múltkor. Jó. Ez ilyen dekorációs víz, tehát ilyen értelme sok nincsen, csak úgy van. És fölborult már a lehet. Tényleg elég nehézen fölborítani. Reklám 3, 2, 1. Nincs benne reklám. Na hát. Igen, a fórumon olvasottak alapján, hogyha nincs benne a wifi bekapcsolva, nincsen benne az internet, tehát a GPRS, illetve a 4G. Ezek a funkciók nincsenek bekapcsolva, vagy esetleg nincsen adatforgalmad engedélyezve. A játék nem tudja letölteni a reklámot, tehát tök jó. Nem? Ez most én voltam, bocsánat. Tehát tök jó. Kicsit már viseltes az autó. Mindegy, menjünk, megnézzük egy másikat, jó? Úgyis kíváncsiak vagytok rá, hogy többi hogy törik. Tudom ám. Én is kíváncsi voltam. Te hogy is? Hülye vagy? Nem. Ha, garázs. Természetesen sokféle autó van. Ez a kék autó, ez... Mondjuk ilyen diszkréten nem méltó ahhoz, ahogy kinéz, jó? Tehát nem. A SUV. Itt van ez a kis izé is. Várj, ezt megpróbálom arrébb húzni. Jó? Így jobb, nem? Piros. Zöld Jeep. Ez biztos királyú megy. Ez is biztos jó. Ezek mind le vannak lakatolva a termé... Ah, tessék, egy normális autó végre. Fú, azt nem kérjük. Szóval többféle van. Többféle van. Jó? Úgyhogy... nem tudom valahogy ezzel... Ezzel nem értek egyet ezzel a járművel. Tehát nekem akkor inkább adjátok vissza ezt a Lamborghinit, amit alapból ingyen kapok, tehát már is sokkal jobb. Úgyhogy nagyjából ennyi a játék egyébként. Többféle nyelv van, többféle ilyen beállítási lehetőség, mint... Jó. Hol van? Várja, mert nem látom. Nem akarok kilépni, meg akarom mutatni a... Van itt egy csomó ilyen beállítás. De lehet, hogy ahhoz be kell menni forgalomba. Van ilyen, hogy checkpoint módos játék, stb. Ilyenek is vannak. Na, ez a beállítás, amit itt látsz. Középen van a reklámok kikapcsolása, amit a wifi kikapcsolásával meg is oldottunk. Természetesen rendes pénzzel lehet kreditet venni. Van hozzá valami idióta zene, de mondjuk nekem annyira nem tetszett. Van a kormányos irányítás, vagy a telefon döntögetése, és akkor így nagyjából ennyi. Szóval remélem tetszett nektek ez a dolog. Mostanában éppen ezzel játszom. Azt sem értem egyébként, hogy miért majdnem a legjobb autó az, amit alapból kap az ember. Tehát ez miért van vajon? Jó kanyar volt, mi? Na, nézz oda és nem adja meg a bal készszabályt. Szép lemenet volt a rámpán, de hát ezért nem adta meg a balkész szabályt az előbb.
Ja, zárva volt a kapu, de a kaputól jött ez a csávó. Tehát ő hogy jött be? Ezt nem fogjuk megtudni mostanában. Ez a repülőtér terület. Jó a féke. Első osztályú. Tolatni nem akarsz? Tolatni esetleg? Nem mi? Egyébként a járgányban nincsen olyan, hogy manuális váltó, tehát ezt felejtsd el. Azt akart... Na. Azt a kis csillagot akartam elérni amúgy. Ha összegyűjtöd a megfelelő mennyiségű csillagokat, akkor megkapod azt az autót, ami a csillagban van. De mivel majdnem ez a legjobb autó, amit az elején kapunk, már nagyon már nem fog veregedni őt. Új, de nehéz ugye. Kicsit úgy érzem magam, mint a Carmageddon 2-ben, amikor a repülőtéri pályán próbálok felugrani valami nagyon nehéz helyre. Na, ezzel most nem fogom egy óra szivatni magam. Viszlát! Rendőrkanyar. Jó, igen, ABS-szel persze. Mit csinálsz itt? Dakar ön is duda ezen a gépen. Mennyi autó. Ugyan csináljunk már egy kis rendet, mert össze-vissza parkolnak az ember. Anyagi kár jelentős. Az mit csinál? Hey! Meg vagy őrül? Az igen! Na, most aztán láttatok valamit. Nézzél nekem el. De haver! Menjen az a részeg vagy! Mit csinál ez? Nézz arra! Nem lehet lelökni. Aj, haver. Oh. Kettő autót könnyebben tolok, mint egyet? Tehát ezt most nem értem. Yes! Sikerült! Sikerült! Bum! Vissza! Akkor még sem sikerült. Juhú! Ez nem sikerült pont kerékre. Nem baj. Jó bírja a készülék. Na, elosztok.